Jazzong Parik, the hidden forest, where all the great spirits are hiding. A film befejezését megelőző hónapokban már annak járt utána, vajon hol sikerül megjelentetni, melyek azok a nemzetközi fesztiválok, amelyek profiljába legjobban beleillik. Mivel a produkció egy kísérleti, fantasy film, ezért ilyen fesztiválokat keresett. Az időpontokról többször lekésett, de az indiai Uruvattiban olyan független filmeket vártak, ahová az Jazzong Parik produkciója éppen beleillett. És ez az Uruvatti fesztivál azért tetszett nagyon, mert itt olyan független filmeket vártak, mint amilyen az enyém is, és nem a nagy stúdióknak a produkcióit. Ami jó volt ebben, hogy ott győztem, hogy nagy amerikai fantasy meg sci-fi filmeket előztem meg, még ha nem is az a lényeg, hogy én megelőzzem őket, de hogy az én produkcióm, amin egyedül dolgoztam egy garázsban, meg otthon a kis számítógépen 5,5 évig, az mégis tudott egy ilyen közegben érvényesülni, és talán pont ezért, mert hogy különböző volt, mint a többi. Ebbe a nagy masszába nem olvad bele, ami ott a fesztivál felhozatala volt. Hestáb Martin az animációs filmjeiről jól ismert pécsi filmes most egy 5,5 éven át készített nagyjáték filmjével állt elő az Indiában megrendezett Nemzetközi Uruvatti Filmfesztiválon. Ezen kívül még 3 másik fesztiválon is indult a produkciója. Egy hétig tartott, és az alatt vetítették, lehetett online linkeken is csatlakozni, de volt élő vetítése is a filmeket. Nagyjából 400 film volt az, amit erre neveztek, és az én kategóriámban ennél nyilván kevesebb volt, hiszen abból nem mindegyik nagyjátékfilm, hanem van amelyik kisebb, van amelyik dokumentumfilm. Az enyém a nagyjátékfilmek között is azért egy nagy számú nevező közül került ki elsőként. És belenéztem a többi produkcióba is, némelyikbe, de azért nem fogok annyi nagy játékfilmet végignézni, de minőségi anyagok voltak, szóval volt sok, ami nekem is tetszett, és így örültem, hogy az én filmem mégis jobbnak tűnt a zsűri számára. A 4 fő zsűri Dél-Ázsiából, India és Szingapur körzetéből értékelte a beadott pályaműveket. Ez különösen tetszett Martinnak. A kísérleti nagyjátékfilm kategória fődíját hozta el. Egy fesztiválról egy díjat hoztam el, csak több különböző fesztiválon voltam. Tehát Párizsban ez a Hallucine a filmfesztivál, amin megkaptam a legjobb plakátdíját. Az egy díj, aztán az Uruvattin a legjobb kísérleti nagyjátékfilm díját. Ez ilyenkor a kategóriának a fődíja. Aztán a legjobb fantasy filmdíját kaptam meg 2 napja a Virgin Spring Film Festivalon, ez is Dél-Ázsiához köthető. És ugyancsak a legjobb kísérleti nagyjáték filmdíját a Szingapúri Film Festivalon. Közben Martinról azt is megtudtuk, miért ilyen különös nevet választott filmjének, mint a Jazzong Parik, és miről is szól valójában ez a 1,5 órás alkotás. Ezt a címet, hogy Jazzong Parik először 2019. április 28-án írtam fel egy füzetbe, ahogy a Deseda tónál Kaposvár mellett töltöttem nagyjából minden délutánomat a Kaposvári Egyetemi időszak alatt, és ott, ahogy így napoztam és jógáztam, valahogy ez a cím jutott az eszembe, egy ilyen paradicsomi környezetnek a címe volt nekem, a sok Z betű a dzsungelt, vagy az Amazonast juttatja az eszembe, és ebből jött ez a cím, és rákerestem a Google-ben, hogy létezik-e már valamilyen nyelven valami ilyen dolog, hiszen mondjuk koreaiul vannak hasonló szavak, de 0 találat volt rá, és akkor tudtam, hogy ez lesz a tökéletes. És a forgatókönyvet csak ezután kezdtem elírni. Ilyenkor még az ötlet meg se volt, csak a cím. A film az első pillanattól kezdve az utolsó tolvonásig az ő munkája. Nincs asszisztense, operatőrje, technikusa, zenésze. A története szerint van egy szerzetes, egy ilyen eldugott szektában, ami szellemeket vagy ilyen lelkeket, amik az elmúlt lények után maradnak, elpusztítják és eltakarítják a világból. Ezt én úgy fordítottam, hogy dögevő szerzetesek, hiszen a maradékot távolítják el a világból, és így megy ez a szerzetes különböző helyeken, és pusztítja ezeket a nagy szellemeket, és egyszer elküldik az Jazzong Parik nevű elrejtett helyre, ami egy ilyen táblahegységnek a teteje.
ahová nagyon ritkán meg nehezen lehet eljutni, és akkor ott egyre nagyobb ilyen lelkeket talál, és különböző szereplőkkel találkozik, akik megnehezítik vagy megkönnyítik az útját, és így folyik a történet előre. Most filmje készítésének 5,5 évéről val a fiatal filmrendező. A film az teljes egészében, én mindig úgy mondom, hogy az utolsó bittyéig az én munkám, tehát a megírástól a karakterek és figurák kitalálásán át a megvalósításukig. Itt úgy volt, hogy 2016-ban már megépítettem egy csomó figurát ebből, ilyen állatok szobrait, aztán utána a szerzetest, a robotjelmezt, ezeket mind így fél-fél évekig készítettem papírmaséból, meg különböző eszközökből, utána a forgatásos része is volt úgy egy év, és utána az utómunkát, a képit, meg a hangit is minden csináltam az animációval, a zeneszerzéssel, a szövegek elmondásával, és végül már egy kicsit az volt bennem, hogyha valaki segíteni is akart volna, én nem örültem volna neki, hogy a 99%-át megcsinálom, és valaki abba az egybe még beleszól, és így örültem, hogy sikerült teljesen egyedül megcsinálnom, és mégis olyan produkciókkal veszi fel a versenyt, és győzi le őket, amiben több száz embert látok a stáblista. Hát ez az 5,5 év, ami a készítés volt, ennek az első éveiben még szinte más projektnek tűnik az, amin dolgoztam, tehát a robot is egy külön projekt volt, a meditáló szerzetes, amit készítettem, is egy külön projekt volt, és így ezeken hónapokig dolgoztam, és közben más filmeket is csináltam, alatta csináltam a Hurutot, a Béka Fecniket, a Tortula Kondort utána, és az egyetemi vizsgafilmjeimet is még közben. És az elmúlt 2 év volt az, amikor nagyon intenzíven dolgoztam, tehát minden nap leültem, és először a forgatásokat, ez mondjuk napi 10 órában csak ezt csináltam, és az utolsó hetekben pedig az egész napjaimat erre fordítottam, hogy nem az utolsó hetekben, mondjuk az utolsó 1 évben minden időmet a gép előtt ültem, és a hangokat vágtam, és dolgoztam, tehát ez egy kicsit ilyen sziszifuszi, vagy heroikus munka volt, hogy tudtam, hogy lehet, hogy ezt senki nem nézi meg, vagy lehet, hogy nem jut be semmilyen filmfesztiválra, és mégis nekem ezt meg kell csinálnom, különben az lenne bennem, hogy elbuktam ezt a filmet, ezt a projektet. Az Azonpari egyelőre a fesztiválköröket futja, ugyanis egy díjnyertes filmet mindig több fesztiválon is bemutatnak. Ennek pedig idő kell. Magyarországon körülbelül 1 év múlva a Művészmozik tűzik műsorra Herstáb Martin díjnyertes kísérleti nagyjátékfilmjét, az Azonparit.